Az autótuningnak világszerte külön kultusza van. Sokan vágynak arra, hogy tucat autójuk többé ne legyen tucat autó. Leültetett kasznik, szenonfényszóró, sportkipufogó, csak néhány azok közül, amelyek általában részét képezik a járművek átalakításának. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ezek nem minden esetben minősülnek szabályosnak. Sokan a fekete piacról szerzik be a speciális alkatrészeket. Előfordul továbbá az is, hogy szakképzetlen szerelő végzi el a módosításokat. Az átépítés feltételeit rendelet szabályozza. Hogyha valamit szeretnénk rajta kicserélni, megváltoztatni, mindenféleképpen egyedi esetben nézzünk utána ebbe a rendeletnek, hogy mi a szabályos, mi a szabálytalan. Mi a szabályos az, amit fel szeretnénk szerelni, az szabályos-e, felszerelhető-e, illetve hogy műszaki vizsgán ez át fog-e menni, a műszaki vizsgát megkapja-e. Ez azért is fontos egyébként, lehet, hogy egyébként úgy ítéljük meg, hogy az szabályos, ugye azt szokták mondani, hogy ez még jól néz ki, elfér az autón, azonban lehet, hogy egyébként a közlekedés biztonságára is veszélyt jelent. Mondjuk egy nem jól rögzített ülés, hogyha kicserélünk egy ülést vagy egy kormányt, megváltoznak a jármű viselkedései, egy balesetnél lehet, hogy éppen az okoz majd személyisérülés, hogy nem jól rögzítették az ülést. Amennyiben a rendőrség szabálytalan alkatrészeket talál egy vizsgált autón, azonnal bevonhatják a jármű forgalmi engedélyét. Még súlyosabb büntetésre számíthatnak azok, akik illegális gyorsulási versenyen vesznek részt. Ezekre legtöbbször éjszaka szokott sor kerülni. Az úgynevezett driftellés, vagyis az autó csúsztatása is nagy népszerűségnek örvend, különösen a havas, jeges aszfalton. Ezeket szintén az esti órákban rendszerint a már megüresedett bevásárlóközpontok parkolóiban rendezik meg. A versenyzés az a versenypályára való. Nem csak azért, mert hogy gyorsan mennek a járművek, nem tartják be a szabályokat, hanem a járművezetők ugye a versenyhelyzetben egy olyan felfokozott hangulatba, állapotba kerülnek, hogy kizárják a maguk körül lévő közúti közlekedésben más résztvevő járműveket. És ez kizárólag csak a versenypályára való. A közúti közlekedésben mások is részt vesznek, gyalogosok, kerékpárosok, többi járművezető, nem szerencsés, hogyha versenyeznek. Az ilyen éjszakai viadalok nem csak szabályokba ütköznek, az ezzel járó hangzavar a lakosság nyugalmát is zavarja. Bajtó Levente hozzátette, az országosan kiterjesztett civil autós ellenőrzés a közeljövőben sokat segíthet abban, hogy kiszűrjék a renitens vezetőket az utakról.